január 31-ig lehet kérni a munkáltatói adómegállapítást. Ezt a fajta adózási formát azt kérheti, aki vagy kizárólag az adó elszámolását vállaló munkáltatótól szerzett bevételt, vagy 2016-ban egymást követően több munkaviszonya volt, és a korábbi munkáltatói átadták a jövedelemről, az adóelőlegről és járulékokról szóló igazolást az új munkáltatónak. Idén is lehetősége van a magánszemély adózóknak arra, hogy munkáltatói adó megállapítást válasszanak. Ennek a határideje január 31-e. Azonban ez a munkáltatók számára nem kötelező, tehát nem kötelező, hogy a munkavállalóik számára adóelszámolást készítsenek. Azonban, ha partner ebben a munkáltató, és a munkavállaló is szeretné, hogy a munkáltatója készítse el a előző évről az adó megállapítást, akkor erről nyilatkozni tud január 31-ig, a 16N29-es nyilatkozaton tudja ezt a nyilatkozatot megtenni. Az adókedvezmények, az önkéntes kölcsönös pénztári és nyugdíjbiztosítási nyilatkozatok nem akadályozzák meg a munkáltatói adó megállapítást, tette hozzá Kovács Mária, aki úgy folytatta, abban az esetben, ha a munkavállaló nem él ezzel a lehetőséggel, vagy nem élhet, mert a feltételeknek nem felel meg, vagy épp a munkáltató nem partner ebben, akkor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal fogja elkészíteni a bevallását. Ettől az évtől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elkészíti a bérből és fizetésből élőknek, tehát mindazon magánszemélyeknek a személyi jövedelemadó bevallási tervezetét, akire vonatkozóan a munkáltatóktól, kifizetőktől adat érkezett hozzánk, tehát ez alapján elkészítjük az adóbevallási tervezetet, amelyet azok a magánszemélyek, akik ügyfélkapuval rendelkeznek, március 15-től elérnek, akik pedig nem rendelkeznek ügyfélkapuval, szintén március 15-éig kérhetik, hogy a NAV postán küldje meg részükre ezt az adóbevallási tervezetet. Azok, akik a munkáltatói adó megállapítást választják, vagyis nyilatkoznak január 31-éig, nekik a bevallási kötelezettségük teljesítve is van. Részükre nem készít adóbevallási tervezetet a NAV, valamint nem készül adóbevallási tervezet az egyéni vállalkozóknak, őstermelőknek és az áfa fizetésére kötelezett magánszemélyeknek.